Szívós Márton, a Honvéd és a magyar vízilabda válogatott vezéregyénisége elárulta, hogy mivel még nem vett részt a nemzeti csapattal az olimpián, a fő cél a londoni ötkarikás játékokon való részvétel. De a felkészülés egyében addig is csak a győzelem fogadható el. Elsőként már a római világbajnokságon, ahol a minimális elvárás a legjobb 4 közé jutás. Most lesz a világbajnokság nyáron, komolyan készülünk rá, én úgy gondolom, hogy jó úton járunk. A fő cél természetesen a londoni olimpia, de ettől függetlenül a közte lévő állomásokat, VB, EB, világkupa, világliga, ugyanúgy szeretnénk megnyerni, vagy legalábbis a legjobbat kihozni magunkból, ami általában a győzelem szokott lenni. A londoni olimpia az neked is a egyik legfontosabb esemény lesz, hiszen eddig olimpián nem sikerült részt venned. Így van, sajnos még egyelőre olimpiára nem tudtam menni. Remélem, hogy Londonban sikerül ezt az álmomat is megvalósítanom. Világbajnokságon mit várhatunk a csapattól szerinted? Helyezést nem szeretnék mondani. Annyit tudok ígérni, hogy, hogy beleadunk apait, anyait, és tényleg úgy gondolom, hogy ez a csapat képes arra, hogy egy nagyon nagy eredményt is elérjen. Azért illenék az első 4-be bejutni, vagyis az elődöntőbe? Igen, mindenképp azért én is úgy gondolom, hogy a legerősebb 4-be beletartozik ez a magyar csapat is, bármennyire is átalakulóban van, és ott nüanszok fognak dönteni, hogy ki milyen helyezését játszhat, vagy ki milyen helyezést ér el. Úgy, ahogy a bármilyen sportban itt is tényleg apróságok döntenek.